A csapadékos tavasz miatt az idei évben nagyobb területeken találkozhatunk az allergén növénnyel, intenzívebb lesz a virágzás is. A szakemberek szerint a megelőzés minden esetben hatásosabb és egyszerűbb, mint a kezelés. Július 1-jéig minden termelőnek és földhasználónak meg kell akadályoznia a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását. A tavalyi évhez képest valószínű, hogy sokkal több ballagfűvel fogunk találkozni, és így ballagfű pollennel is, hisz a tavaszunk az csapadékosabb volt, és a talajban levő magok közül sokkal több csirázott, sokkal több hajtott ki, és sokkal intenzívebben is fog nőni. A gabona és repcefélékben akár egy permetezéssel is megelőzhető a gyomnövény elterjedése. A védekezés azért is fontos, mert a bírság akár az 5 millió forintot is elérheti. Hogyha a betakarítás következtében a területen nem végezzük el a tarlóápolást, akkor jelenik meg a parlagfű. Ugye a parlagfű azt jelenti, hogy kicsit műveljük, kicsit nem műveljük a területet, ez a parlag, emiatt ennek ez kedvez a parlagfű kezelésének. Hogyha ezt oxszerűen is megfelelően használjuk, tehát van olyan gyomirtószer, aminek van talajhatása, és ez mind a repcében, mind a búzában van ilyen készítmény, akkor a csirázását fogjuk ezáltal megakadályozni, és egy egyszerű talajműveléssel, talajápolással meg tudjuk oldani azt, hogy a parlagfű nem fog csirázni a tarlókon. Megyén korábban az ország parlagfűvel leginkább fertőzött területei közé tartozott. Az utóbbi években viszont egyre jobb a helyzet a keleti részen is, bár nehezíti a védekezést, hogy a szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában egyáltalán nem foglalkoznak a parlagfűmentesítéssel.